Sziasztok! Ez itt a Studio Flash beszélgetés körmös podcastje, és ebben a részben fogunk beszélni egy nagyon gyakori kérdésről, hogyan tudok gyorsulni. Én Alice vagyok. Sziasztok, én Csilla vagyok. És biztos vagyok benne, hogy te is sokszor megkapod ezt a kérdést, ugye? Hát szerintem minden körmösnek ez az egyik legfőbb problémája, hogy hogyan tud gyorsulni, mert ugye az idő az sajnos ugye a mi szakmánkban nyilvánvalóan fontos, a vendégek miatt is fontos, nekünk is fontos, hogy ugye több vendéget tudjunk vállalni, úgyhogy ez egy folyamatosan visszatérő probléma. Igen. Én mindig azt szoktam mondani egyébként a tanulóknak, hogy először legyen meg a jó minőség, pontosan, és utána lehet erre koncentrálni. De utána meg az időpénz, úgyhogy muszáj erre is koncentrálni. Igen. Te milyen tippeket tudnál adni? Hát én első körben arra mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy az idő az semmiképp sem mehet a minőség rovására, úgyhogy ez, amit ugye te is mondtál, ez szerintem elsődleges és nagyon fontos, hogy először legyen meg azt, hogy meg tudunk csinálni egy körmöt úgy, hogy az hozza azt a minőséget, amit szeretnénk. Hogyha tudjuk, hogy ezt hogyan kell, akkor már ugye rögzülnek a mozdulatok, rögzül az, hogy mi is a végeredmény, amit szeretnénk ugye majd a vendég kezén megvalósítani minőségben, és hogyha ez már megvan, akkor tudunk gyorsítani ezeken a munkafolyamatokon, vagyis műveleteken, illetve tudunk kiiktatni olyan dolgokat, amik feleslegesek. Igen. De hogyha valaki egyből arra gyúr, hogy minél gyorsabban, annak mindig az a vége, hogy a végeredmény az nem szép. Igen, ez gyakorlás nélkül nem lehet megúszni. Hát persze, igen. És ha már elkezdenek automatikussá válni a mozdulatok, tudod, hogy mikor mihez kell nyúlni, ehhez nyilván az is kell, hogy legyen egy rend az asztalon, ami lehetőleg mindig ugyanaz, előhagyni azokat, amik minden egyes szetnél használunk, gondolok itt ilyenkor a fényzselé, előkészítők, fertőtlenítők, és ha minden kéznél van, és nem 18 millió dolog van az asztalon, akár ez is tud gyorsítani. Nyilván nem egy órát, de hogy sok pici sokra megy. Hát meg ugye az is, hogyha van egy rendszer a munkánkban, igen, tehát hogy tudatosan dolgozunk, és egyrészt tehát megvannak ugye a lépések, hogy mit miután csinálunk, és ezt mindig így csináljuk, illetve a másik nagyon fontos szerintem az, hogy meg kell tanulni látni. Mert hogyha az ember látja, hogy mi az, amit még módosítani kell, akkor gyorsabban tud ezekre reagálni, mint az, hogyha ha látjuk, hogy nem is annyira jó, de nem tudjuk, hogy mi az, ami nem jó. Igen. Fontos minden céllal csinálni, igen, hogy nem csak reszelgetek, hanem tudom, hogy akkor ezt akarom még javítani, tehát ott reszelek. Igen. Sokszor tapasztalom azt, hogy úgy csinálják, mert azt mondtuk, de amúgy nem látják, hogy igen, miért. Igen. Meg ami nagyon fontos szerintem még az ugye a megfelelő eszköz és anyag választás. Igen. Mert ezen is nagyon sok múlik, hogy az ember, most nyilván eltúlzom, de hogyha mondjuk valaki fogkefével próbál mondjuk egy porcelánkörmöt megépíteni, nyilván sokkal több ideig fog tartani, mint egy normális ecsettel. Igen, persze. Vagy egy adott anyagot is, akinek mondjuk nem fekszenek a híganyagok, lehet, hogy sokkal lassabb vele, mint egy sűrűbb, akár ugye egy akrilgéllel. És befolyik, és akkor ezt javítani kell, ezekkel a javításokkal sok idő elmegy. De már csak az is, hogyha van egy imádott csiszolófejünk, akkor merjük lecserélni, mert egy kopott fejjel nem tudsz jól dolgozni, akkor is, hogyha mindent jól csinálsz. Na a másik ugye igen, a csiszolófejek, hogy ugye a mi szakmánkban szerintem ugye nyilván mindenki tudja, hogy ez a gépi manikűr, ez most egy nagyon felkapott dolog, és ugye minél mélyebbre tudunk kontúrozni a hátsó sánc alá, annál szebb a végeredmény. Ezzel én maximálisan egyet is értek egyébként, hogy nyilván egy szép körömnek az alapja a szép manikűr, viszont nagyon könnyen ugye a tanulóknál is látjuk, hogy beleesnek abba, hogy ezerféle fejet megvesznek, és egy olyan munkafolyamatot, egy olyan munkaműveletet ezer fejjel próbálnak megvalósítani, ugye a megvalósítható akár egy vagy két fejjel, és akár ezzel is rengeteg időt lehet spórolni, hogy az ember minimalizálja azoknak az eszközöknek a számát, amit használ, mert ugye az eszközcsere is sok idő. És ha jól tudom, neked amúgy pont van egy ilyen továbbképzésed, ami ugye erre épül a gyorságtréninged a Studio Flash-nél, ahol ezt nagyon jól át is adod a tanulóknak, és valóban akár fél órákat is lehet gyorsulni. Igen. Ez egyébként csiszológép használati tréning néven fut, mert én hiszek abban, hogy a csiszológépen múlik nagyon sok minden. Uh-huh. Tehát egy anyagleszedés, az nagyon gyakran tart 20, de akár 40 percig is, és ha azt le tudjuk rövidíteni 5-10 percre, tudunk olyan felületet kialakítani vele, amit már nem kell összereszelni, vagy éppen csak, az nagyon sok időspórol. Ugyanúgy a manikűrnél is. Én egy csiszolófejes módszert mutatok, és
azért akartam egy ilyen továbbképzést csinálni, mert magamon is tapasztaltam, hogy ez segített nekem a legtöbbet. Ahol láttam egy új technikát, egy új csiszolófejet ajánlottak, és sokkal egyszerűbb, hogyha nem nekem kell kitapasztalni 5-10 év alatt, hanem valaki egyből megmutatja, hogy nézd, én így igen. szoktam, nem muszáj egy az egybe így csinálni, de hogy sok trükk összeszedem, és nekem ez sokat segített. Hát meg abból a szempontból is nagyon jó, hogy ugye az ember, hogyha tudja, hogy mondjuk egy vagy két fejjel meg tudja oldani ugyanazt, igen. amit eddig 12-vel próbált, vagy mondjuk jó esetben csak egy ismerőse próbált 12-vel, és ő még nem vette meg ezt a rengeteg fejet, akkor ugye tehát költségminimalizálás is megtörténik, mert nem dobunk ki feleslegesen egy csomó pénzt olyan eszközökre, amit amúgy nem használunk. Igen. Ezt én sokszor tapasztalom nálam tanuló tanulóknál, hogy egy-egy ilyen továbbképzésre 5 millió féle csiszolófejjel megérkeznek, 6 millió féle előkészítő fejjel, és akkor utána igazából rájönnek, hogy alapvetően az anyagleszedés egyfajta fejjel, meg az előkészítés egy, maximum mondjuk két fejjel megoldható. Igen, meg hogy megvesznek ilyen 10-es csomagokat, és abból egy-kettő használható, igen. mert vagy olyan alakja van, vagy rossz minőségű, ezt is sokszor látom. Igen, öntési hibások, igen. Igen. Úgyhogy szerintem igen, a gyorsaság témakörben ugye összegezhetjük, hogy ami fontos, ugye a megfelelő műveleti sorrend kialakítása, megfelelő eszköz és anyaghasználat, illetve az, hogy először a minőségre törekedjünk, ne a gyorsaságra, és ha megvan a minőség, akkor tudunk gyorsulni. Illetve az is segítség lehet, hogyha megnézzük, hogy pontosan mi az a művelet, amin elcsúszunk. Tehát én azt szoktam ajánlani, hogy ne a teljes időt nézzük meg, hogy ez most egy óra volt, másfél óra, két óra, hanem azt, hogy részidőket mérjünk. Tehát igen. az anyagleszedés ennyi, a manikűr ennyi. És ha látom, hogy a manikűrrel megy az idő, akkor tudom, hogy miben kell fejlődnöm. És ez nagyon sokat tud segíteni. Igen, abszolút. Igen, én mindig ezt ajánlom. Hát ez a részekre bontás, ez fontos szerintem is, mert ugye hiába tudjuk azt, hogy egy körmet valamiért 3 óra alatt csinálunk meg, de ha nem tudjuk, hogy hol vészel az idő, akkor nem tudjuk, hogy min kell javítani. Igen, úgyhogy ha ti is gyorsulnátok, akkor én mindenképpen azt ajánlom, hogy először találjátok meg, hogy mi az, amiben fejlődni kell, és akkor fókuszáltan erre tudtok rágyúrni. Igen. Mérjétek az időket, az előkészítés, mennyi idő az anyagfelhordás, mennyi idő a felület és formareszelés, és ugye utána a esetleges színfelvitel és a fedőfény. Igen. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Hamarosan jövünk a következővel. Sziasztok! Sziasztok!